Bizony, én is gyorsan igyekszem elmondani, hogy már most ők beálltak, tehát ez a zenekari beállás, viszont kell az is, hogy a kedves közönségünk is behangolódjon, úgyhogy mi a tapsukkal fogunk behangolódni. Milyen hangosan tudunk tapsolni az első sorban? Hadd hallgassam meg! Még második sor is tapsolhatunk a is. Csábítani most mindenki közelebb, még lehet ülőhelyeken is foglalni a következő tartalmas 40-45 perceit a színpadon után. 5 órától pedig majd a Kolokor zenekar teszi ugyanezt, át koncertet fognak adni. De most 3 óraig kezdettel fogadják meg nagyon nagy szeretettel Kovács Kocs Kruzsina, egy zenekar a Kruzsina. Thank you.
Oh,
az azért meggyőzöm, hogy így van ez? Na hát akkor, azt leszem egy harci feladat. Amikor felemelem a kezemet, akkor azt kiabáljuk jó hangosan, hogy majd szól. Mit jelent ez a szó? Eszik bizonyára. Szóval amikor emelem a kezemet, akkor azt kiabáljuk együtt, hogy majd szól. Tudjátok, hogy arra gondoltam, hogy nem is hallok olyan jól, hogy te tegyetek már, de fölmelném a színpadra, jó? Jöjjön a dal! Tudod, hogy hol táncolunk? Ki?
Yeah.
csomóton, fából van a kereket. Hát, pontosan. Na, én úgy hívom, hogy fakerekű kocsinak. Képzeljétek el, hogy ezzel szoktam utazni. És amikor elindulok a dombról lefelé, a fönt még ilyen lassan megyek, és ott egyre gyorsodok lefelé, és megyek a dombról. Na képzeljétek, úgy szoktam indulni, hogy fut a kocsi kereke, dombol, dalgol, lefele, kanyarok és tekerek, nevetnek a gyerekek. Most egy kicsit gyorsabban tudnak. Fut a kocsi kereke, dombol, dalgol, lefele, kanyarok és tekerek, nevetnek a gyerekek, és még jobban gyorsul ez a kocsi. Fut a kocsi kereke, dombol, dalgol, lefele, kanyarok és tekerek, nevetnek a gyerekek, ha még gyorsabban. Fut a kocsi kereke, dombol, dalgol, lefele, kanyarok és tekerek, nevetnek a gyerekek, és meg gyorsabban kinegyek. Fut a kocsi kereke, dombol, dalgol, lefele, kanyarok és tekerek, nevetnek a gyerekek. És megállt, nem teljesztünk. Na, menjünk vissza, húzzunk vissza ezt a kocsit. Látok, akkor próbáljuk már meg ide csalogatni.